Hollandiában csütörtökön tartották az európai parlamenti választásokat. Az exit poll szerint Frans Timmermans pártja, a Holland Munkáspárt kapta a legtöbb, 18%-nyi szavazatot, ez duplája az 5 évvel ezelőttinek. Így Timmermans esélyei egy kicsit nőttek, hogy az Európai Bizottság elnöke legyen. 15%-ot kapott a Mark Rutte kormányfő által vezetett konzervatív liberális néppárt. Ők 3%-ot javítottak a korábbi eredményükhöz képest. Thierry Baudet nemrég alapított euroszkeptikus pártja, a Fórum for Democracy 11%-ot kapott. Ezzel elszívta a populista szavazatokat. Geert Wilders jobboldali populista pártja ennek következtében pöttömnyire zsugorodott. Az 5 évvel ezelőtti 13%-ról 4-re esett vissza. Ez talán egy mandátumra lesz elég.